Az előző szezonban elért negyedik helyezést követően 8 új játékossal a soraiban, a mostani bajnokságban a dobogót célozta meg a Vásárosneményi csapat. Féltávnál távolinak tűnik az érmes helyezés, mivel a Dudás Zoltán által irányított együttes 50%-os teljesítménnyel a 8. helyet foglalja el a megyei első osztály tabelláján. Erős középcsapat lettünk, minden szám adatunk ezt tükrözi. Úgy látjuk, hogy hátul nagy a baj, és nem a háttérben, mert a háttér biztosított, hanem abban nagy a gond, hogy a védelmünk és a kapusposztunk bizony szezon közben kicsit megingott. Aztán a végére ismét kiegyenesedtünk, de ez, hogy ott helyezkedünk el a 16 csapatból a 8. helyen, mindenképpen az előre lépést feltételezi, hiszen tudjuk azt, hogy 21 pontunk van jelenleg, tavaly ilyenkor 26 pontunk volt, most olyan 30 pontban bizakodtunk. Nagyon erős a megyei első osztály mezőnye, látjuk azt, hogy bármi megtörténhet, hiszen az a nagy halász, akit odahaza lefutisztunk, aztán mégis ők nyertek, ők állnak az élen. Azt is látjuk, hogy Ibrány, aki bajnok esélyesként kezdte a szezon, pont az utolsó pillanatban szorult a dobogóról. Látjuk azt, hogy Bakta, aki nagyon jól kezdte, most hol tart, de ez a megyei első osztály nagyon egységes. Az egyesületi elnök reményei szerint egyre több saját nevelési fiatal harcol majd ki helyet magának a megyei első osztályú csapatokban. Büszke vagyok arra, hogy az edzők, az elnökök között óriási az összhang és az odafigyelés egymásra, nem csak a rivalizálás, hanem látjuk azt, hogy milyen mozgások vannak, ugye játékos sok területén a csapatoknál, épp ezért többször leültünk és egyeztetünk, mert időnként nem tartjuk jónak azt az irányt, ahová a megyei osztály elindult. Szeretnénk ezen egy kicsikét fékezni, de azt is látjuk, hogy ebben jelentős szerepe van az utánpótlás képzésnek. Az a cél itt Vásárosnaményban, hogy kezdjünk el visszatérni arra az útra, amelyen a megyeiben elindultunk, minél több ifjúsági labdarúgót megfogni, beépíteni a saját csapatunkba, és a megyei 1, megyei 2, megyei 3 mellett mindenképpen az ifikstáinkból próbáljunk hazai játékosokat nevelni, mert a kitörési pontunk csak ez lehet, hiszen az ifikstáink most a második helyen állnak, és jó lenne, hogyha egy-két év múlva elmondhatnánk azt, hogy ezekből a fiúkból 2-3-at, esetleg 4-et be tudtunk építeni a nagy csapatba. A Vásárosneményi csapat kedden kezdte el a felkészülést egy új játékossal, a debreceni Asétól érkező Németh Gergellyel a soraiban.